a vízpartoknak a kicsicsázása az nagyon kevés. Víz kell a Dunába, és Győrben a vízpartok közelébe kell engedni az embereket. A vadkacsák már nagyon élvezik a tavasz beköszöntét, boldogan sütkéreznek és tollászkodnak a parton. Az Összefogás pártjainak győri országgyűlési képviselőjelöltjei azt mondják, az itt élő emberek is megérdemlik, hogy ne csak a távolból nézhessék a folyókat. Győrben a folyópartok nem elég, hogyha megszépülnek, víz is kell a folyókba. A Fidesz kormány nem teremtette meg a torkolati műtárgyat. A következő kormány, amennyiben a kormányváltók bekerülnek a parlamentbe és hatalomra jutnak, ezt meg fogja tenni. Győr folyópartjait élhetővé kell tenni teraszokkal, stégekkel, csónakházakkal. Itt nyüzsögni kell az embereknek, nem csak messziről csodálni a döntően csekély és kis mennyiségű vizet. Glázer Tímea szerint nem csak a városban okoz súlyos problémát a folyók alacsony vízszintje. Évtizedek óta a sziget közvizének megoldása problémát jelent. Az én választókerületem Győr déli része és 33 vidéki település, amely a vízzel kapcsolatban a mezőgazdaság és a Gönyői kikötő érintett, illetve nagyon fontosnak tartom a sziget köz növény- és állatvilágának a rendbetételét a vízzel kapcsolatosan, mivel hogy így ezt a választókerületnek és a megyének ezt a részét szebbé, élhetőbbé és turisztikai látványossággá is tudná emelni. A képviselőjelöltek azt is elmondták, szerintük az Orbán kormánynak nem Pakssal kellene foglalkozni, hanem folyóink rendbetételével. Az ellenzéki politikusok azt ígérték, április 6-a a választás után ők megteszik ezt.